Üdvözlöm! Gere Attila vagyok, a Gere Családi Pincészet tulajdonosa. Pincészetünk a kiváló borok mellett hírnevét talán annak is köszönheti, hogy a rendszerváltást követően egyike volt azon pincészeteknek, mely elsőként volt képes alkalmazkodni a piac kihívásaihoz, és ismerte fel a borvidékben rejlő lehetőségeket. Hitvallásunk, hogy a kiváló minőségű bor alapja mindenkor az egészséges szőlő. Ehhez kell párosulni a szigorú, fegyelmezett munkának, és a hivatásunkkal szembeni mélységes elkötelezettségnek. Remélem, ez a látogatás kicsit közelebb hozza Önöket a Gere borok világához. Ha villányiakat vagy borral foglalkozó mesterembereket keresünk a Gere családfán, el kell jutni a dédszülőkig. Gere Attila déd nagymamája Villányban élt, férje volt a helybéli Kádár mester. Ezen a családi vonalon 7 generáción át tudnak kimutatni borászősöket. Csak a nagyapával, majd az édesapával szakadt meg a folyamat. A II. Világháború után tönkretették a paraszti birtokokat, a kitelepítésekkel pedig megszakították a családi hagyományok láncolatát. Gere Attila is az erdész szakmát választotta. A borászattal apósa révén került kapcsolatba 1978-ban, akinek hagyományos módon készített kézműves borait kóstolgatva tudatosult benne, hogy a villányi vörösborokban hatalmas lehetőség rejlik. Ezen a családi ágon is tradíciónak számít a szőlőművelés és borkészítés. Attila 1991-ig dolgozott az erdészeti ágazatban, mellette pedig bort termelt és értékesített. 1991-ben feladva tanult szakmáját, megalapította a Gere családi vállalkozást, amely ma egyike Magyarország legismertebb pincészeteinek. A családi birtok mellett jól működik egy közös vállalkozás is, amelyet 1992-ben Franz Wenninger osztrák borásszal hoztak létre Villányban. Ma már az ifjabb generáció is szerves része a pincészet hétköznapjainak. A fiú, Attila, kertészmérnökként végzett, és a szőlészetben, borászatban segédkezik. Andrea pedig pénzügyi diplomát szerzett. A család célja, hogy régi magyar mintára újra megvalósuljon a generációkon átívelő, felmenőkről utódokra szálló szőlőművelés és borászkodás. Gere Attila és felesége Katalin a kezdetben csupán néhány öles Csillagvölgyben lévő szőlőterületen gazdálkodott, amelyet a szülőktől kaptak nászajándékként. A terület az évek folyamán szépen növekedésnek indult. Ma a hosszú évek munkájának köszönhetően a pincészetnek 50 hektár területe van a borvidék olyan kiváló dűlőiben, mint a Kopár, a Konkoly vagy az Ördögárok. Mindegyik dél-délnyugati fekvésű és talajszerkezetüknek köszönhetően teljesen egyedi ízvilágot kölcsönöznek a boroknak. A birtokon sok az új telepítés, amelyek tartós biztosítékot nyújtanak az állandó, magas minőségre. A legidősebb ültetvény egy 40 éves Cabernet Franc, amelynek terméséből készült bora Wenninger és Gere közös vállalkozás palettáját gazdagítja. A pincészet elsődleges célja az egykor méltán híres, kiváló fekvésű dűlők helyreállítása és betelepítése. Ezek közé tartozik az Ördögárok, ahol a régi öregek elmesélése szerint még olyan is megesett, hogy kadarka aszút szüreteltek. Itt ma gyönyörű teraszok ékesítik a völgyet. Az újra felfedezett dűlők egyike a Konkoly dűlő is, ahol valaha Teleki Zsigmond híres szőlőnemesítő szőlőtábláit találhattuk. A Gere pincészet ültetvényein a közép-magas kordonos szőlőművelést alkalmazza. Előnye, hogy abszolút szabályozható. Fürtök szépen szabadon helyezkednek el a tőkén, nem árnyékolja őket a szőlő lombfala, ezáltal egészségesek maradnak. A napsugarai teljesen körbe tudják ölelni a fürtöket. A szőlő értékeivel élni kell, nem pedig kihasználni azokat. Éppen ezért közvetlenül a zsendülés után a már kékülő szőlő mellett lévő még zöld fürtöket levágják, ezzel egységesítik a tőkén maradtakat. A bor majdan ettől is szép egyensúlyban lesz, harmonikussá válik.
A pincészet nagyon alacsony, 70 deka és 1 kiló közötti tőketerheléssel dolgozik, amely az egyik legfontosabb lépés a csúcsborok készítésének irányába. A tőketerhelés mellett a szüreti időpont megválasztása a másik lényeges dolog. Csak a szép, érett tanninnal rendelkező szőlő szüretelhető. A szőlőfürtöket műanyagládákba szüretelik, ezután kerül beszállításra a pincészetbe, ahol egy válogató asztalon keresztül jut a szőlő a bogyózóba. A bogyózást követően kerül az erjesztőtérbe, ahol már a szőlő hőmérsékletét teljes mértékben szabályozni lehet. A leszüretelt szőlőfürtök kettős ellenőrzésen esnek át. Egyszer kinn a szőlőterületen, aztán pedig a beszállítást követően egy válogató asztalon újra kézzel szelektálják őket, hogy csak a teljesen egészséges fürtök kerülhessenek a bogyózóba. Jó minőségű bor csak hibátlan szőlőből készülhet. A bogyózást követően a cefre tartályokba kerül. Az alkoholos erjesztés irányítottan, bortípustól függően különböző hőmérsékleten történik. A pincészetnél jelenleg alkalmazott technológia megfelel a világ csúcsborászataiban meglévő technológiáknak. Ha a borász valamit megálmodik, akkor ebben a pincészetben már minden a rendelkezésére áll, hogy azt meg is tudja valósítani. A pincészet előszeretettel használja a barriknak nevezett 225 literes hordókat. A zászlós nagyborok mindig új barrikban érlelődnek, míg a terméskála közepén elhelyezkedőknél másod, illetve harmad töltésű hordókat is használnak. A pincészetnél készülnek könnyedebb ízvilággal rendelkező borok is, amelyek hagyományos módon nagy, 50 hektoliteres hordókban érlelődnek. Amikor a borok már kellően megértek a hordóban, következhet a palackozás. A könnyedebb, hétköznapra szánt borokra általában a palackozás követően azonnal címke kerül. A pincészet csúcsborai viszont palackozva, évjárattól függően, még körülbelül fél évig érlelődnek a pincében. A bor nem szimplán egy termék, hanem egy olyan nemes nedű, amelyben életre kell a borász, a tulajdonos személyisége is. A gereborok sohasem a divathoz akarnak igazodni, hanem mindig a család ízvilága szerint készülnek. Gere Attila különösen a Cabernet műfajban erős. Készít tradicionális érlelésű és kishordós változatot. Továbbá Kopár néven kerül forgalomba a Cabernet Sauvignon alapú zászlósbora, valamint a Weninger osztrák borásszal közös csúcsbora, a Cabernet France Selection. A Solus jelentése egyedi, amely egyben utal az erre a névre hallgató Merlot bor különleges voltára. Ez a paletta legfelső fokát képviseli. A három csúcsbor csak borszaküzletekben és éttermekben található meg. Ahogy más pincészeteknél, itt sem hiányozhat egy szép olasz rizling és egy friss rozé, nem beszélve a borvidék tradicionális vörösboráról, a kék oportóról. A kiváló évjáratokban készülő kék frankos presztis pedig teljesen egyedi tagja ennek a sornak. A Gere pincészet borait 90%-ban a magyar piacon értékesíti. A fennmaradó rész leginkább Nyugat-Európa országaiba kerül. A magyar piacon nagy kereskedőkön keresztül szolgálják ki a fogyasztókat, de nem elhanyagolható a helyi vendéglátás és borturizmus jelentősége sem. A villányi borvidékre látogatók személyesen is megkóstolhatják a Gere család borait, egyrészt a pincészetnél kialakított kóstolóteremben, illetve a villány központjában található Gere panzióban, amely otthont ad azoknak a látogatóknak, akik több napon át élvezni szeretnék a varázslatos vidék kiváló borait.
hogy mi is a Gere pincészet titka? Én úgy látom, hogy erre a valódi választ csak az kaphatja meg, aki személyesen is ellátog a pincészetünkbe, kisétál a szőlőültetvényeinkbe, ahol nem léteznek kompromisszumok. Ekkor talán jobban megértik, hogy mitől is lesz ez a nemes nedő olyan, amilyennek lennie kell. Reméljük, önt is vendégeink között üdvözölhetjük.